Az úszók számára az ősz eleje mindig a kemény munkáról, az alapozásról szól. Most sincsen ez másként, szeptember eleje óta dolgoznak sportolóink a szigeten. Sőt, az első versenyen is túl vannak már a mieink, az elmúlt hétvégén Móron egy rövid pályás viadalon biztató képet mutattak a fiatalok. Kalmár Ákos a hosszúra nyúlt nyári szezont követően kapott ugyan egy kis pihenőt, mostanra azonban már ő is visszaszokott a munkába. Számára is, meg számomra is kellemesen meglepve egész hamar összeszedte magát, és hát még természetesen nem tartunk ott, ahol a nyár végén. Ugye van némi plusz kilók is, amiket összeszedett, azokat is még le kell dolgozni. Hát decemberig van még időnk, és hát szépen haladunk előre. Mind Ákos, mind pedig a közvetlen utánpótlás számára nagy sorozat kezdődik el ezekben a napokban. A csapat jelentős része a hétvégén egy kecskeméti viadalon ugrik immáron 50 méteres medencébe, majd pedig az őszi szünetben a bajaiak 10 napon át Hajdúszoboszlón edzőtáboroznak. November végén pedig jöhet a megszokott hazai verseny is. Ezt szervezzük, illetve hát folytatjuk tovább az edzéseket. Ennek az időpontja november 30. december 1 most az idén, és hát már jeleztek több helyről kollégák, hogy nagyon szeretnének jönni, úgyhogy egész jó kis mezőnynek tűnik így az előzetes előrejelzések alapján, akik részt fognak venni. Ugye nagyon komoly úszókra nem tudok számítani, hiszen ott nagyon sűrű lesz a decemberi program. A Halászlé Kupa után Kalmár Ákos a rövidpályás Európa-bajnokságon indul, míg ezt követően majd az országos bajnokságon tempózhatnak a Spartacus kiválóságai. Sűrű, de remélhetőleg sikeres időszak áll az úszóink előtt.